Nagy tisztelettel köszöntöm a Fightpoint küzdősport magazin nézőit. Mai adásunkban megnézzük, hogy Bookinger Iván, a profi orosz szervezet, az M1 Global friss világbajnoka, milyen edzést tartott a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémián. Ezt követően ellátogatunk Szegedre, ahol a 11. Délvidék kupát rendezték, végül pedig megmutatjuk az azerbajdzsáni MMA Európa bajnokságot, illetve azt, hogy a magyar válogatott miként szerepelt a tornán. Maradjanak velünk, jó szórakozást! A felvidéki születésű magyar kempós Bookinger Iván élete legnagyobb sikerét elérve hódította el a közelmúltban az orosz profi MMA szervezet, az M1 Global világbajnoki övét. A pehelysúlyban diadalmaskodó Bukinak ez már a második rangos trófeája volt idén. A jelenleg német klubhoz tartozó harcos Laca Ádám Illés az MMA Világszövetség hazai képviselet vezetőjének meghívására érkezett a 12. kerületbe. Nagyon sokan eljöttek, aminek nagyon örülök. Ez a tréning egy kis bemelegítésből állt, egy kis fogásgyakorlásból, és a végén egy ilyen kis kondíciós rész. Én nem is gondoltam volna, hogy valaha én MMA-zni fogok, nem is tudom pontosan, hogy hogy kerültem ide, mert én féltem az ütésektől, a rúgásoktól, de úgy sikeredett, hogy elkezdtem foglalkozni a kempóval, ilyen pusztakezes fiatalokra jártam, és aztán valahogy ide kerültem az MMA-hoz, amin nagyon sok jó eredményt értem el, de sosem mertem arra gondolni, hogy egy év alatt kétszer is világbajnok leszek a két legjobb szervezetnél Európában, ami szilveszterkor volt a Cage Warriors, és most az M1 Globalban, Oroszországban. A tréninget nagy érdeklődés övezte. A fővárosiakon kívül számos Fejér és Pest megyei településről érkeztek sportolók, hogy személyesen találkozzanak a példaképpel. Részt vettek az eseményen a magyar VMMA válogatott tagjai is. Ide kapcsolódó hír, hogy Bookinger Iván is segíteni fogja a jövőben a hazai MMA sport fejlődését, valamint a válogatott felkészítését 2015-től. Mit tanultál a mai edzésem? Hát főként már a technikai csiszolások és ezeknek a precíz mozdulatoknak a helyes végrehajtását. De legalábbis részemre ez volt, amit a legjobban megtanultam. Sok apró mozdulat, eddig is vettük, tudtuk, ezeknek az helyes, gyors kivitelezése, amit tanultam. Minek köszönhető az, hogy egy újabb nagy nevet sikerült ide elhozni a Csaba utcába? A személyes jó kapcsolatunknak, ugye Bookinger Iván régen, amikor még amatőr volt, nagyon sokat versenyzett a Magyar Kempó Szövetség országos versenyen, nemzetközi versenyein, és rendre elvitte az aranyérmet. Egy nagyon jó kapcsolat van az ő csapatával, az ő volt mesterével, és személy szerint az Ivánnal is. És akkor megnyerte ezt a versenyt, akkor felhívtam telefonon, egyeztettünk, és nagy örömmel elfogadta a meghívásomat, azonnal meg tudtuk beszélni az időpontot, és itt van Magyarországon, és erősíti a magyar MMA-sokat. Mint ismert, a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémián a tavalyi kapunyítás óta megfordult már Vég Pumukli Attila, az amerikai Bellator MMA világbajnoka, Sammy Shield négyszeres és Peter Arts háromszoros K1 világbajnok, valamint a prominens társaság legújabb tagjaként immár Bookinger Buki Iván is. A szokásoknak megfelelően ebben a sportcsarnokban rendezik idén is a Délvidék kupát, immár 11. alkalommal. Erre a szegedi versenyre összesen 21 klub adta le nevezését ebben az esztendőben. A Kornéli György Szenszely vezette Felcsúti Fejér Tigrisek Kempó HSE maga mögé utasította a 11. Délvidék kupa nyílt nemzetközi kempó bajnokság idei mezőnyét. A Fejér megyei egyesület 14 sportolója vett részt a szegedi tornán, mely a magyar bajnokság 4. fordulójának is otthont adott. A 2013-ban győzte szigethalmi Dozsolovász, ezúttal második lett, míg a tavalyi ezüstérmes Román Aladin Hirotim a dobogó 3. fokán végzett. Minek köszönhető, hogy részt vesztek? A Hebők mesterrel utóbbi időben összebarátkoztunk, ez abban nyilvánul meg, hogy egy közös edzőtermet kezdtünk üzemeltetni, és mivel ő neki szíve csücske ez a verseny, úgy gondoltunk, abban is segítünk, hogy mi is jelen leszünk ezen a versenyen. Milyenek az első benyomások? Mi kyokushin versenyeken veszünk részt régóta, ez nekünk újdonság. Nagyon jók az első benyomások egyébként. Hebők Zoltán az, aki annak idején életre hívta a Délvidék kupát, idén pedig már a 11. alkalommal kerül megrendezésre. Minek köszönhető a torna sikere? Ez egy érdekes kérdés, mint minden kérdés, amit eddig feltettél nekem. Úgy gondolom, hogy a szervezés, és beszélhetek hozzá a szervezésnek a minősége, az ami, és a bírói munka korrektsége az, ami ide vonza a versenyzőket már immár 11. alkalommal. Egy arany és egy ezüstérem a mai termésed. Melyik hogy alakult?
próbáltam teljesíteni, amit mondott az edző, sikerült is, felrugások is, Mávási felre sikerültek, de van, ami nem jól ment annyira, nem voltam annyira vakmerő. Életed első Kempó versenyén indultál ma és megnyerted, természetesen azért a küzdősport nem áll messze tőled, pontosan melyik stílust képviseled? Kyokushin karatézok. Milyenek az első élmények? Ez itt nagy öröm volt, ahogy láttam. Igen, nagyon örültem neki, mert ugye a Kyokushin karatéba mi nem földharcolunk, és a Kempóba pedig igen, és ez így nagyon nehéz volt nekem először. A torna legeredményesebb kempósa a fiúknál Szitás Tamás, a lányoknál pedig Bajár Roxana lett. Előbbi a dozsolovász, utóbbi a felcsúti fehér tigrisek harcosa. További eredmények: 4. Combat DSC, 5. Firewolf, 6. újfehértói Kempó HSE, 7. Szegedi Jiu-Jitsu Egyesület, 8. Csepeli Pitbullok ese, 9. Pitbull Team Ózd és 10. Mad Max Kempó Dozsó. Ezzel a versennyel véget ért az idei Kempó Magyar Bajnokság, mely még májusban kezdődött a Budaenő Kempó Kupával. A pontvadászat állomásain legeredményesebben szerepelt harcosok közül kerülnek ki a magyar válogatott tagjai, akik 2015 áprilisában a törökországi világbajnokságon képviselik hazánkat. A magyar MMA válogatott is részt vesz a bakui Európa-bajnokságon. Azerbajdzsán fővárosában 3 sportolóért izgulhatnak a magyar szurkolók. A versenyen 13 nemzet sportolói léptek kötelek közé, hogy eldöntsék a 6 súlycsoportban meghirdetett Európa-bajnoki címek sorsát. Hazánkat 3 harcos képviselte a Szaradzsi Olimpiai Sportközpontban. Az újonc magyar csapatnak volt miért örülnie Bakuban. A 77,1 kg-os súlycsoportban Szombat Patrik 12 induló közül bizonyult a 3. legjobbnak. Az elődöntőbe egy iráni sportolón átvezetett az út. A Dunaharaszti Kempó ese harcosa egy jól kivitelezett folytás technikával kényszerítette feladásra ellenfelét. Ezután a döntőbe jutásért vívott párharcban végigment a 2x3 perces mérkőzés. Végül pontozással kapott ki fehér orosz ellenfelétől a magyar versenyző. Teljes mértékben meg vagyok elégedve, ugyan sikerülhetett volna jobb is, akár bekerülhettem volna a döntőbe, de egy nagyon jó orosz, belorosz srácra bunyóztam, sajnos a 2 földrevitellel elment a bunyó. Földön nagyon erősek földrevitelbe, azt kell mondani, hogy majdnem mindenki ugye birkózó, illetve jicus, így állásból ugyan nem olyan nehéz, de szívósak, ellenben földön nagyon jók. Ma szerintem 70 meccsből 60 karfeszítéssel ért véget. A 65,8 kg-os súlycsoportban Turai Zoltán volt érdekelt. 12-en indultak ebben a kategóriában. Sajnos Zolit lekopogtatta fehér orosz ellenfele az első menetben, így elesett a további küzdelemtől. Sok jó tapasztalatot szereztem ez alatt a pár óra alatt. Nagyon jó meccseket láttam, nagyon jó mérkőzések voltak. Az első körben kikaptam, és amit nagyon sajnálok, mert éreztem, hogy ezt a gyereket meg tudtam volna verni. Ott volt egy kis afér, beakadt a fejvédőm. Ezért nem lehet hibáztatni senkit. Ez volt a szabályrendszer, ebbe kellett elindulni. A 70,3 kg-osok között Topánka Szilárd szállt ringbe, azonban lett harcostársával szemben neki sem sikerült tovább jutnia. Itt 11 versenyző volt érdekelt. Úgy érzem, a koncentráció az, ami leginkább hiányzott most a ringben, illetve hát föld, kéz, tehát itt még azért van még mit gyakorolni. Elég erős mezőny, azt kell, hogy mondjam, tehát van hova fejlődni a mindannyiunknak, úgyhogy kihívás mindenképpen. Azt érzem rajtuk, hogy nagyon, nagyon sportszerűek, nagyon koncentráltak, iszonyat fegyelmezettek, és hát maximálisan felkészültek. Két bíró is képviselte Magyarországot az Európa-bajnokságon, Budai Zsolt és Sándor Béla személyében. Szerintem fölvettem a ritmust elég rendesen, tehát ugyanúgy oda tettük magunkat a bíráskodásba, és megpróbáltam egy kicsit a szabályrendszerekbe is ugyanúgy beásni magamat, tehát konkrétan valószínűleg fog ez is menni, hogyha fogjuk csinálni továbbra is, és remélhetőleg tovább is lesznek ilyen versenyek, ahol részt fogunk venni. Úgy. Ami a legfontosabb üzenete ennek a versenynek, hogy nekünk otthon magyaroknak föl kell kötni a nadrágot, és el kell érni ezt a színvonalat, mert meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de még messze vagyunk ettől. A legfontosabb, hogy a képzést új alapokra helyezzük, és speciálisan készüljünk mind az állóharcra, mind a földharcra, mind a különböző technikák összehangolására. Nagyon fontos az erőlét, és nagyon fontos a pszichés
ott lét ezeken a versenyeken. Én azt szeretném, hogy a bukaresti Európa-bajnokságra már egy teljes csapattal mind a hat súlycsoportba el tudjunk indulni, és ezúton így a TV képernyőjén keresztül is fölhívom azokat az amatőr MMA-sokat, akiknek a serdokban nincs meg az öt győztes mérkőzésük, jelentkezzenek és képviseljék hazánkat a jövő évi Európa és világbajnokságon. Jövőre Csehország rendezi a világbajnokságot, a kontinens tornát pedig Románia. Kedves nézők, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó tévézést, viszontlátásra!